Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Az agrártámogatási rendszerekről fogunk ma beszélgetni, annál is inkább, mert jelentős változásokra kell felkészülni a gazdálkodóknak az új Európai Uniós támogatási időszakban. Ez lesz a fő vetülete a mai műsorunknak, vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét mindenkinek. Nos, hát igen. Már biztosra vehetik a termelők, hogy csak akkor juthatnak hozzá a területalapú támogatásokhoz például, ha eleget tesznek a környezeti szempontból előnyös gazdálkodás feltételeinek. Ez nem más, mint Nagy István agrárminiszter mondta egy miniszterelnöki interjú után, bejelentést követően. Mit kell ez alatt értenünk, hiszen a környezeti szempontból előnyös gazdálkodás feltételei, ez elég bonyolult megfogalmazás. Nagyon bonyolult megfogalmazás és nagyon bonyolult megfogalmazások lesznek a KAP reformba, tehát a 2001-től 7-ig terjedő időszaknak, pénzügyi időszaknak, hiszen már előzetesen is, amikor erre készülés volt, készülődés, már 17-ben ugye megjelent a fehér könyv, aminek még semmiféle joghatálya nincs, csak jelezte ugye a változásokat, már akkor érezhető volt az, hogy ez a bizonyos zöldítés Európai Uniós zöldek szerint nem hozta magával a sikert, tehát úgy vélik és úgy vélelmezik gyakorlatilag a Környezetvédelmi Bizottságban, hogy a környezetvédelmi szempontokat be kell építeni az alaptámogatásokba. Majd pedig a Green Skin nevezetű külön támogatási csomag vonatkozásába, aki plusz környezetvédelmi feladatokat vállal majd, az plusz pénzekhez juthat. Na most, különösen most a legutóbbi finn elnökség alatt, aki egyébként csak egyetlen előrehaladási anyagot tett le az EU asztalára, hát erősödött föl ez a környezetvédelmi szempont. Valahol úgy fogalmazhatnék általánosan, hogy az Európai Unióba városlakó emberek próbálják a mezőgazdasági költségvetést kialakítani oly módon, hogy kijelentik, hogy nyomon követhető legyen a termék, teljesen környezetkímélően legyen elállítva, bürokratikus jogszabályok környezetébe, és rendkívül olcsó legyen. Azt gondolom, hogy ez illúzió. Ez messze menőkig illúzió, olyannyira illúzió, hogy ez így nem valósítható meg. Nyilvánvaló, hogy emellett ugye az EU-s költségvetést önmagába sújtja a Brexit, és hát jelenleg, amikor arról van szó, hogy a GNI-nek, tehát a nemzeti bruttó jövedelemnek a tagországok, a 27 tagország 1,08%-át, vagy 1,14%-át, vagy a finn javaslat szerint 1,3%-át tegye be a közös büdzsébe. Ettől függően derül majd ki, hogy 1240 milliárd euró, vagy 70 milliárd, vagy netán 1300 milliárd euró lesz a bruttó költségvetése ennek az időszaknak. És hát itt kell megjegyezni, hogy ebbe a nagy költségvetésben, amikor 6 osztály van, a harmadik osztály a mezőgazdasági és a tengeri osztály gyakorlatilag, aminek az ös költségvetése nagyjából olyan 265 milliárd euró lesz. Hát itt nyilvánvaló még változhatnak a szempontok, amiből a magyar részesedés olyan 11,65 milliárd euró várható. Egy kicsit foglalkozzunk, és utána majd ugye arról is kell, hogy beszéljünk, hogy az idén még nyílnak, vagyis hát vannak új pályázatok, és a következő támogatási ciklusról is, hogy azt mondja a miniszter úr is, hogy mostanában koncentráltabb rendszerben osztaná szét Magyarország ezeket a forrásokat. Itt minden attól függ, hogy mi marad nemzeti hatáskörbe. Tehát a magyar álláspont és a kamara álláspontja is az, hogy minél több szempontrendszert nemzeti hatáskörbe kell elbírálni. Tehát van például egy ilyen kifejezés, hogy ki a valódi gazda.
Ezt ugye az EU-ba sokféleképpen mérik, akár az összjövedelem tekintetében, akár másút. Mi, nekünk az álláspontunk és a kamarai álláspontos teljesen megegyezik ezzel. Nemzeti hatáskerbe kell kidolgozni, hogy ki a valódi gazda, nem EU-s szabályok szerint. És jó pár olyan dolog van, ami hasonlatos ehhez. Hát itt van a derogáció. Pont a finnelökség kapcsán nagyon erőteljesen előjött az, hogy a garanciális alapból, tehát az egyes pillérből való támogatási rendszer, az 100 000 euró maximális összegbe lehessen csak kifizetni. Hát ezt látnunk kell, hogy a mostani és annak idején nagyon erőteljes derogációnak vett 1230 hektár földalapú támogatása, a derogáció kezdetei lecsökkennek 270 hektárra. Hát azért ez nem biztos, hogy a magyar mezőgazdaságnak a jövőjének a záloga, hogy ilyen kis birtoktesteknél már derogáció kezdődjön. Most nem azt mondtam, hogy a 270 az igen sok föld, és nyilvánvalóan egy családi gazdaságnak megélhetését biztosítja, de hát mondjuk akinek 300 hektárja van, mert egy magánszemély Magyarországon egy 300 hektár földet birtokolhat, jó aranykoronába is, de most nem részletezem, hogy ez változhat, de a lényege mégiscsak az, hogy nem lehetséges, és nem tartjuk jónak, hogy nem nemzeti hatáskörbe központilag legyen ez meghatározva, még akkor sem, hogyha azt mondja ki, hogy ebben nem tartoznak bele, tartoznának bele a vidékfejlesztési támogatások, az AKG, nem tartoznának bele a termeléshez kötött támogatások, és hát akkor itt van a nagy kérdés, ami megint vagy Európai Uniós szinten, vagy nemzeti szinten lesz eldöntve, a munkabérkompenzáció. Így van. Tehát jelenleg, mivel a múlt hét, ha jól tudom, vagy tehát az elmúlt hetekben Brüsszelbe ülésezett a kormányfőknek a tanácsa, a miniszterelnökök, és nem történt megegyezés, ezért nyilvánvaló nincs, tehát ha nincs megegyezés a nagy kalapról, akkor nincs megegyezés a nagy kalapba levő kis fiókokról, vagy fakkokról, igen, vagy kalaprészekről. Orbán Viktor viszont rendkívül markáns álláspontot képviselt, tehát amíg az Európai Bizottság jelentősen csökkenteni a kapot, tehát a forrásokat, Magyarország több tagállammal együtt azon van, hogy az elvonás mértéke ne legyen nagyobb, mint amit a Brexit indokol. Tehát ez így ez logikus mindenképpen. Ez teljesen, sőt, mi több, a magyar javaslat az volt, hogy emeljük a befizetéseknek a nagyságrendjét, és ne változzon ezáltal a harmadik osztályban, a pénzügyi osztályban levő mezőgazdasági támogatás mértéke. Hát ez nyilvánvaló pár ezrelék nagyságrendi növekedés jelentene, de Magyarországon rendkívül fontos, hogy a gazdáknak a termelés biztonságához meglegyen a támogatási rendszer. Továbbra is csak a legelső gondolatomhoz tudok visszakanyarodni, és szerkesztő úr is, amit mondott, hogy nincs olyan, hogy a legjobbat, legkörnyezetkímélőbben, legbiztonságosabban, és hát nyilvánvaló minden más ebéli szempontokat nem figyelő országhoz képest olcsóbban állítsunk elő. Igen, hát ne feledjük, hogy az egész Európai Unió élelmiszerellátását kell biztosítani, és ha a kap csökken, akkor bizony ez veszélybe kerülhet. Igen, a másik szinten nagyon fontos dolog a kapcsán, és erre fel kell készülni a gazdáknak, hogy mindig előkerül ez, hogy jó helyre kerül-e a pénz. Ezért hiába mondja azt a brüsszeli támogatási bürokrácia, hogy csökkenteni kell a bürokratikus hátteret ugye az elszámolások kapcsán, még bonyolultabb elszámolási rendszert kíván az asztalra tenni. Tehát semmiképpen ne gondoljuk azt, hogy ezeknek a pénzeknek a kifizetése az könnyebbedni fog. Sajnos bürokratikusabb megoldások várhatók, és ez megint nagyon lényeges. Ezen kívül jelenleg ugye, hogy milyen egységes alapú támogatás, tehát a földalapú támogatások vonatkozásába be kell jelenteni, hogy milyen növénykultúra van az adott területen. Eddig ugye szúrópróbaszerű ellenőrzések voltak az országban. Jelenleg már működik az a monitoring rendszer,
ahol 6 naponként vannak légi felvételek az Európai Unióban, még ez ugye nincsen bevezetve, de már működik. Ez azt jelenti, hogy minden egyes parcella, amire támogatást vettek föl, és egy hektár fölött tudjuk jó, hogy egy hektárnál is már lehet támogatást felvenni, ez 6 naponként nyomon lesz követve, hogy milyen növény van rajta, milyen kultúrállapotban van. Tehát az ellenőrzések teljes körűvé válnak ilyen tekintetben. És hát amit előbb említettem, a környezetvédelmi lobbynak az a célja, hogy plusz környezetvédelmi feladatokat vegyenek magukra a gazdák, plusz költségekkel, és akkor erre adnak bizonyos támogatást. Tehát a támogatás megoszlásából az a rész, ami a gazda jövőbeli feladatainak adott esetben ellátására, most itt nem a beruházási támogatásokat értem, hanem ugye a földalapú és a különféle termeléshez kötött támogatásokat, valamicske megmarad, az mind kevesebb hányad lesz sajnálatos módon az elkövetkező évben, tehát ha még az összeg, tételezzük föl, sikerül erre, hogy ne is változzon, a belső elosztása fog változni azáltal, hogy ezeknek a pénzeknek a költséghányada növekszik. Igen, mert nagyon fontos kérdés, hiszen ne feledjük, hogy a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban, tehát ebben a támogatási ciklusban a hazánknak jutható vidékfejlesztési program keretében felhasználható 1340 milliárd forint, az több mint a fele, az beruházásokra fordították. Igen. Tehát ha itt csökken az összeg, akkor óhatatlanul is háttérbe szorul a mezőgazdaság fejlesztése, ami pedig a fő cél. Hát a legfőbb cél, hiszen a versenyképesség, az innovatív technológiák, itt a dróntól kezdve most hagyd ne mondjam, a precízös gazdálkodásig, hát ez a jövő kérdése. Tehát nem lehet kövekkel a hátunkon világrekordot sem futni, sem úszni, tehát az EU-nak valahol ezt az innovatív gondolkodást át kellene venni, és a bürokratikus gondolkodás helyett valóban a versenyképesség felé kellene elmozdítani a támogatásokat. Nyilván ez a legfőbb célja a kamarának, ez a legfőbb célja a minisztériumnak, tehát a magyar álláspontnak, hogy így fogalmazzak, mert ebbe egységesek vagyunk, az más kérdés, hogy a mi szavunk mennyit fog érni Brüsszelbe kellő súllyal, kellő hangon és kellő alátámasztottsággal igyekszünk ezt Brüsszelbe képviselni. Bízunk benne, hogy a időnként elég vadnak tűnő, idézőjelnyités bezár, elképzeléseket sok részbe finomítani tudjuk, és a magyar gazdák érdekei felé tudjuk fordítani. Ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy a támogatás, ahogy már egy kicsit röviden beszéltünk róla, erőteljes zöldesítéshez van kötve a felhasználás. Ez mennyiben változtatja meg egyébként az agrárgazdák munkáját? Hiszen ez az erőteljes zöldesítés, ez elvárható akkor már, ha egyszerűen szerepel a programban. Hát ez úgy fogja megváltoztatni, mert elég tárgyilagosnak kell lennünk, hogy azokon a jobb termőterületeken, ahol gazdálkodnak, ugye a családi gazdaságokban teljesen mindegy magánvállalkozóként, őstermelőként az emberek különféle gazdasági társaságok tekintetébe, ott fel kell mérni, hogy a plusz vállalások vajon megtérülnek-e. Tehát a plusz környezetvédelmi vállalások. Nyilvánvaló, hol fog igazából megtérülni? Azokon a gyenge termőterületeken, ahol be lehet vállalni, mert egyébként is a főterméknek a hozadéka nagyon alacsony. Na de erre szoktam azt mondani, hogy hát akkor ki kellene jelölni egy természeti gazdálkodási formát, ahol ezeket a gyenge termőterületű gazdaságokat, vagy ezeken a területeken gazdálkodókat támogatni tudnánk. Tehát nem hiszem, hogy szükség lenne egy ilyetén megosztásra, hogy a nagyok pedig döntsi nagyok, most idézőjelbe, tehát a jó termő területen gazdálkodók meg döntsék el, hogy mit tudnak környezetvédelmi szempontok szerint bevállalni. Valószínű,
kellene egy alapot képezni, és az alap után külön támogatni azokat, akik akár a turisztikai okok miatt, akár pedig termőhelyi okok miatt ugye többlet támogatásra szorulnak, akár a Magyarországon is, mert azért legyünk tárgyalagosak, a turisztikai szempontok ma már nagyon fontosak. Igen. Tehát ott, ahol hévíz mellett mondjuk a légipermetezés szóba sem jöhet ugye a tó és a turisztika miatt, hát akkor ott adjunk támogatást arra, hogy igenis csak földi gépekkel, csak megfelelő szintekkel, olyan vegyszerekkel, amelyik nem árasztja el hévízvárosát különféle illatanyagokkal. Tehát olyan gazdálkodást kell folytatni, ami a turisztikai szempontokat nem akadályozza. Na de akkor ezt a szempontrendszert érvényesítve oda egy plusz támogatás szükséges, vagy bármely más országrészbe is, ahol hasonló helyzet van. Igen, hát ez sokrétű itt a kérdés. Annál is inkább, ahogy említette, a családi gazdaságokra, akár önöknél Mezőfalván, tehát az teljesen más viszonyok vannak, azt tudjuk. Ugyanakkor a termeléshez kötött programok lesznek, kisgazda általány támogatás és fiatal gazdáknakat is segítik továbbra is. Ez azért jó hír. Ez jó hír, de ez már csak a részletnek a részlete. Tehát az a tény, hogy a generációváltást, a fiatal gazdákat, azokat a gazdasági társaságokat, amelyik kevesebb földdel rendelkeznek, és a megerősödést célozták stratégiailag. Ezeket alapkérdés, hogy támogatni kell. Tehát ezek a részek benne kell, hogy maradjanak a nemzeti szabályozásba. Azt most még nem lehet megmondani, hogy ebből a EU-s pénzek és a nemzeti támogatási hányad mekkora lesz. De mint szempontrendszer, ez primátust élvez. Tehát ez mellett semmiképpen nem fog sem a kamara, sem a minisztérium elmenni, hogy ezek kikerüljenek a támogatási rendszerből, sőt, mi több, azon igyekszünk, hogy a primátust élvező területek azok továbbra is kiemelten támogatásra kerüljenek, hiszen ha a fiatal gazdáknak a támogatását megszüntetnénk, nem fogjuk megszüntetni, hát az óriási következmények, és nagyon tragikus következményekkel járna, nem is azonnal, de pár éven belül. Függetlenül attól, tehát ezért kellett erről beszélni, mert 2022-ben jelennek meg az új program első pályázatai a brüsszeli jóvágyást követően, de azt hiszem, hogy az fontos, hogy erről szó essék most is. Ez nem csak most essék szó, folyamatosan, hiszen a gazdáknak teljesen magukévá kell tenni valahol azokat a főbb szempontokat, ami mentén működik a brüsszeli bürokrácia, ami mentén kell majd nekik a napi gyakorlatot megvalósítani, és amihez alkalmazkodni kell, és alkalmazni kell a saját gazdaságukra, hogy a legoptimálisabb szerkezetet és a legoptimálisabb támogatási lehetőségeket tudják összehangolni. Két hete volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr felvázolta a klímavédelmi akcióterv egyes részleteit, és ehhez utána hozzátette a magáét Nagy István agrárminiszterként is. Néhány konkrétumot mondtak, de akkor mi ismertessük meg a nézőinket az alapvetésekkel, hiszen itt vannak erdőgazdasági pályázatok, erdőtelepítési pályázatok, amelyek a talpontját képezik ennek az akciótervnek például. Az erdő vonatkozásába azt kell mondanom, hogy Magyarország óriásit lépett előre. Én most nem akarok visszamenni a 100 év előtti trianoni részre, hogy mennyi erdőnket veszítettük el. Én csak annyit mondok, hogy a 70-es években statisztikadatokban meg lehet nézni, 12,5% volt Magyarország erdősültsége. 12. Azóta nyilvánvaló az utóbbi időben, meg még fokozottabban, 20% fölé kerekedtünk. Ilyen ütemű erdősítés, nem hiszem, hogy sok ország büszkélkedhet, ennek a reverse folyamatával viszont igen, hogy az erdők tűnnek el, de most ezt a részét adjuk a dolgoknak. Most célkitűzés szerint
27%-ra kívánja Magyarország kormányzata, és ebbe a kamarával teljesen egyetértésbe van az erdősültségi százalékot felemelni. Tehát mindazok a termőterületek, amelyek mezőgazdaságilag kellő haszonnal nem művelhetők, az oda az erdőtelepítés az egyik legjobb módszer. Az erre levő meglévő pályázat és ma is nyitott pályázat, ami az utóbbi múlt év végén került kiadásra, még mindig jelentkezni lehet, még mindig mindenki áttekintheti, hogy vajon egy erdőtelepítéssel és annak fenntartásával nem jár-e kedvezőbben, mint hogy évről évre netán időnként vesztességet is produkál az adott termőterületen, hiszen tudjuk, hogy az erdőnek a klímára gyakorolt hatása, az esőre gyakorolt hatása, az egész klimatikus viszonyokra gyakorolt hatása rendkívül kedvező, hiszen az erdő önmagába bevonza az esőt. Ez most egy kicsit profánul had, de egy bonyolultabb folyamatban ez teljesen tudományosan alátámasztott, hogy a párolgása és a bevonzása alapján, ahol erdősült területek vannak, ott van eső, ahol nincs erdősült terület, ott kevésbé, de ez még a tengerparti országokra is, igaz. És Brazíliára is igaz, hogy ha kivágják az erdőket, akkor a csapadék a tengerbe fog hullani, és nem a szárazföldre, mert nincs, ami bevonza gyakorlatilag azokat az esőfelhőket, amik kellő páratartalommal, dús vízanyaggal rendelkezvén megöntözik a földet. Tehát az erdészetnek a fejlesztése és az erdők fejlesztése, ez alapkérdés, nem beszélve utána, ami magával vonza ezt az egész erdőtelepítést, ugye azok a közszolgálati erdők, hogy úgy fogalmazzak, amiben a kirándulástól kezdve különféle kikapcsolódások és kreatív szabadidő eltöltések lehetségesek, a vadállományról és másról már nem is beszélve, de ebben nem csak az erdőtelepítés van benne, hanem a fasoroknak a telepítése, különféle parkok létesítése, és hát nyilvánvaló, amit mindenkinek javaslok, hogy a faültetés. Hát akinek gyermeke van, unokája van, az tegye meg, hogy ültet fát. Egy unokának az egy csodálatos élmény. Küldi a fényképeket, mindent, hogy elültettem a fát, és majd alma fog rajta teremni, de hogyha más fát ültet, díszfát, az is jó. Mindegyiknek megvan a maga csodája. Ezt át kell élni minden gyermeknek, minden felnőttnek, a gyermekével, unokájával együtt. Nem csak a középfokú erdész beszél belőlem, hanem akár az édesapa, akár a nagypapa, aki teheti, tegye meg, hogy akár fát ültet. Akár diófát is, így van. Hát a diófa az pedig egy különleges csoda. Az akcióterv második fontos elem az öntözés fejlesztés, és itt meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen a következő 10 esztendőben évi 17 millió forintot szán a kormány az öntözés fejlesztésre. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Főleg így, hogy a klímaváltozás, azt hiszem, hogy a klímaváltozás megsínli a mezőgazdaság. Ez olyannyira fontos kérdés, hogy hozzá kell tennem, hogy minimum ennyi szállnak, és az nagyon fontos dolog. Tehát 10 év alatt 170 milliárd. Ez alapvetően a öntöző művek, öntöző rendszerek, tehát a öntözési hálózat, a felújítását szolgálja. Miért mondom ezt, és hogy egy kicsit átéljük ezt a hatalmas projektet, amiben most a kormányzat belekezdett. Most a kamarát nem említem, hogy felmértem már kétszer az igényeket, megnézte, adatokat szolgáltatott, és hát a kap vonatkozásában is mindig meg kell említenem, hogy kérdezzék a falu gazdást, mert ők képbe vannak, akár öntözés, akár pedig kap reform tekintetében. Tehát Magyarországon az államilag felügyelt öntöző rendszerek, művek, öntöző művek, tehát a kínálati oldalon levő öntözőművek, csatornák és hálózatok 43 ezer folyamkilométert tesznek ki. Kérem tisztelettel, 40.750 kilométer
egyenlítőni a földkörbe. Mm. Tehát iszonyatos szám. És akkor még vannak az önkormányzati és a magánkézbe levők, amelyik 6000 kilométer. Használni kell, ez a legfontosabb. Használ ki, és fel kell újítani. Igen. Tehát ez a pénz ezekre fog menni. Erre is. És utána vannak célterületek. Felmérések azt mutatják, hogy alapvetően 4 megyére összpontosul a öntözési szándék több mint 80%-a. Ez Békés, Csongrád, Hajdú és Jász-Kiskun-Szolnok megye. Tehát ezeken a részeken tudjuk a Homothátságtól kezdve különféle öntöző csatornákig, Tisza 2, most nem akarom sorolni, vannak olyan művek, aminek a felújítása, megvalósítása, vagy újnak a kialakítása rendkívül fontos. Mert így lehet elérni azt a célt, ami miniszter úr szájából megfogalmazódott, hogy a jelenlegi 80 ezer hektár egy 2 éven belül 200 ezer hektárra növekedjen, a meglévő öntözési rendszerek megújításával és újbóli üzembe helyezésével, majd pedig 30-ig 400 ezer hektár öntözendő területünk legyen, és hát amit a kamara felmért, hogy 1,2 millió hektár az, ahol öntözési igény van vízfogadási oldalról, azt célszerű lenne legalább egy 50-ig megvalósítani, és biztosítani azt a termésbiztonságot, amire a gazdák vágynak. Ehhez meg elfogadásra került a tavalyi év végén ugye a törvény. A törvény nagyon-nagyon előremutató, ugye öntözési kerületet, körzetet és közösséget határoz meg, és a leglényegesebb eleme az a bürokrácia csökkentés, ami alapján a öntözési kerületnek mindenféle engedéllyel rendelkezni kell a kerület vonatkozásába. Vízjogi, vízügyi, katasztrófavédelmi, talajtani, természetvédelmi, hogy ne soroljam, hiszen én elég sokat rócsóztam az országba azzal, hogy több mint 30 engedélyt kellett beszerezni, ha valaki öntözni akart. Na, ennek az időszaka járt le, hál' Istennek, és ebbe köszönet illeti a kormányzatot, a minisztériumot, mert a kamarának az ebéli kérését, ebéli elképzeléseit, amit a gazdáktól továbbítottunk, azokat mind pozitívan fogadták, és valóban sikerült egy olyan konszenzusos megoldást kialakítani, ami hát hosszú évtizedeke, de még többet is mondhatok, után eléri azt az állapotot, hogy az a gazda, amelyik öntözni akar, az majd öntözni fog tudni, és nem méreg drágán. Történjék így. Elnök úr, köszönöm, hogy megtisztelt. Az eredeti szándékaink szerint a koronavírusról kellett, hogy beszéljünk, vagy kellene, hogy beszéljünk, de időt szakítunk erre, és most sajnos lejárt a rendelkezésünkre álló idő, mert ez fontos kérdés, a koronavírus hatása a mezőgazdaságra, illetve igen, az árukra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Azt hiszem, hogy most, én köszönöm a meghívást. Most már a KAP-pal kapcsolatban, illetve a támogatási rendszerek megváltozásával kapcsolatban tisztábban látunk. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. Vendégem Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.